A győztes csapatnak az érmeket Szepesi Tibor polgármester adta át a karcagi műfüves labdarúgó pályán. Egy nagyon nehéz és nagyon küzdelmes évadon volt túl, van túl a csapat, de azok az eredmények, amelyek egy-egy mérkőzésen születtek, hiszen több olyan mérkőzés is születtek, vagy volt, ahol nagy arányú győzelmet aratott a karcagi csapat, a szurkolók, nyilván szülők és az egész város örömére, amely mutatta azt, hogy a felkészülés igen jól sikerült, a csapat együtt van, egymásért dolgozik, odafigyelve az edzői mutatásokra, és beépítve a saját játékába mindenkinek azt a tudást, amelyet Gabi bácsi átadott, sikerült ezt a bajnokságot ilyen szépen hozni és megnyerni a csapatnak. Hangsúlyozta a polgármester, és a játékosok, valamint Nagy Gábor edző mellett a szülőknek is gratulált, akik a megfelelő hátteret biztosítják a gyermekeik számára. A győzelemért járó kupát Kereki Dávid csapatkapitány vette át, a bajnokság során a legtöbb gólt szerző Burai Csaba, aki 35 találattal lett gólkirály, egy külön díjat is kiérdemelt.